Pavlovics Gézát, magyar polgármesterét köszöntöm a stúdióban. Szervusz, Szervusz. Köszöntöm a nézőket is. Hát azt gondolom, hogy pályázatok korát éljük, és az utóbbi időben nálatok is sokat éjszakáztak az emberek, hogy pályázatokat nyújtsanak be. Ez így mire van. Is? Mire is? Úgy összességében már elég komoly mennyiségű pályázat lett benyújtva. Tavaly augusztustól folyamatosan szinte minden hónap valamilyen pályázat benyújtásának vagy előkészítésével folyik, telik az idő. Hát két nagyobb pályázat be lett nyújtva, ami a tavalyi évhez köthető. Idén januárban az utas pályázat lett benyújtva egy 90 millió forint értékben, és most március 31-én nyújtottunk be még egy vekoppos pályázatot, ami a kilátó összefüggésben, de inkább turisztikai látványosság, tehát fedezd fel Pest megye értékeit gyalogosan. Uh-huh. A Magyar Természetjáró Szövetség, a Pilisi Parkerdő és a Magyaród Nagyközség Önkormányzat és a turisztikai Kft. Közösen pályázott egy 130 millió forintos összeget. Ez az, amiről már régóta beszéltünk. Így van. Ugye mentsük meg a magyaródi kilátókápolnát, mert hát ugye elég vacak állapotban van. Most akkor ott kiderült, hogy ez egy sokkal komplexebb feladat, mint hogy fát fűrészeljünk és kicseréljünk deszkákat, és akkor ebből a pályázatból véletlenül meg tud újulni maga a kilátó. Nem csak. Tehát itt nem csak egy felújítási terv van benne, hanem egy komplex turisztikai látványosság fejlesztés lesz. Tehát út épül, játszótér, tűzrakóhely, tanösvény, gyalog, túraútvonal alakul ki. Valamelyik túra, most nem akarok butaságot mondani, hogy melyik, szerintem a kék túraútvonalán van benne, amibe bele fog szövődni a kilátó is, és van a kilátó kápolna, és lesz egy közutas megközelítés, tehát tömeg is meg tudja közelíteni, tehát ez buszos megközelítése is lesz. Mennyire? Úgyhogy buszparkoló is létesül. Fönt a kilátó Az erdő alatt egy út alakul ki, egy út lesz kialakítva, ahol parkolni lehet majd nagyobb járművel is, hogy látogatottságát tudjuk növelni. Ez a Gödöllői út felől? Nem, ez a Hungaroring útról, tehát ami a Kerepes-Szilasligat felé vezető útról lesz egy út kialakítva, ami föl a kápolna közelébe az erdő aljába. A szántóföldek között van ott egy földút, annak a kialakítása fog megtörténni. Akkor ez még csak nem is az Akvaréna Kerepes felé eső oldala, hanem... De. Igen. Ez egész pontosan az Akvaréna fölötti rész, amikor már felérünk Alaposba. Igen, valóban ott van. Egy pici emelkedés, van ott egy földút, amivel fel lehet jutni valójában a kilátóhoz, csak hát az még nincs kilátó. Az árokig, amit még a második világháború végén ástak Magyaródiak. Nem, teljesen, az még attól lejjebb van. Tehát a Bozótostól lejjebb vagyunk, tehát a szántóföldek végébe nem kell átmenni. Ott megáll a busz. Így van. És akkor onnan egy ilyen órás. Hát egy 10 perc. Aha. 10 perc. Fölfelé, negyedúra lefelé 10 perc. Így van. Gurul vagy gyorsabb. Jó. Na most ez végül is miután a Pilisi Parkerdővel így meg a... Magyar Természetjáró Szövetséggel. Plusz a turisztikai Kft. Őszintén ez csak azért van, mert így lehetett nyerni, vagy pedig azért van, mert hogy összefogva többet lehet érni, és hasznosabb lesz. Ki kell hangsúlyoznom, hogy a turisztikai Kft. Ügyvezetője az Ahár Zsolt ennek a nagy élharcosa, és mai napig én azt mondom, hogy nem volt sok ellenzője, ellenére én azt mondom, a legjobb választása volt a településnek, hogy őt megbízta azzal, hogy itt a Magyarország turisztikai értékeit megmentse vagy fejlessze. Ő dédelgetett támahoz keresett támogatókat, ez a turisztikai szövetség, illetve a Pilisi Parkerdő, az ő álmára alakította ki ezt az egészet. Tehát turisztikai látványosságot fejleszteni Magyarországon vannak bizonyos frekventált részek, amik adottak, ugye? Újat találni meg nehéz. És ezt az ötletet valakinek elmesélte, az elmesélte valakinek, és akkor úgy valakinek így jut a szikra, hogy akkor nem, még ebből is lehetne valamit kihozni. Így lesznek a nagy dolgok. Így de van. Itt ugye turista utakról is szó van, így és van. Ha visszaemlékszem arra a lakossági fórumra, ami ott fent történt. Így van, az még a kilátó. Akkor ugye ott igen. Régen volt ez már ez másik. Így van, akkor ugye az is felmerült, hogy itt tulajdonképpen az utak tulajdon viszonyával is probléma van. Ezt is rendeztem van. Már. Igen? Hát,
nem tétlenkedünk, tehát igazából lassú a folyamat. Tehát nagyon sok munka folyik a felszín alatt, és az eredmény lassan tud beteljesülni. Rendeztük az utat, szabályoztuk, a megközelítésnek a nyomvonalát ki kellett alakítanunk, tulajdonosokkal kellett egyeztetni, valahol vásárolni kellett földet ahhoz, hogy tudjunk menni. Tehát nagyon sok rétű a... Tehát nem csak egy kilátó felújításról beszélünk, tehát egy komplex turisztikai látványosság lesz belőle, hogy megközelíthető mikor, legyen. Mire érkeztem? Minden pályázat az a baj, a leggyengébb pontja mindig a bírálati idő. Tehát még régen egy pályázat fél év, 8-10 hónap alatt kijött a rendszerből, most valamikor egy év vagy annál több. Nem tudom, az időt mondani. Várunk. Igen. Jó, még egy picit ennél a pályázatnál maradva, ugye a kilátókápolna romlásának nem csak az idővasfoga volt az ez oka, van, hanem a vandalizmus sajnos, is. Igen. Van-e bármiféle garancia ebben a, nem a pályázatban, hanem a... Magában a projektben? A projektben van. Arra vonatkozik. Hogyne. Mi? Természetesen, mivel hogy előlátók vagyunk, tehát próbáltuk nem csak... építészeti szempontból a kilátókápolnát olyan állapotba hozni, hogy tartós legyen. Tehát nem elég az, hogy úgy lesz a felújítás elvégezve, hogy az tartós legyen, hanem vandálbiztosra is tervezték a tervezők, tehát a vandálbiztosságát is megoldottuk. Plusz a védelme, az pedig egy napcella, áramtároló kapacitás, illetve 0-24 órás kamera. Jó. Ami plusz természetesen egy ilyen helynek minél jobban látogatott, annál jobban van védve. Ez így jobban tetszik, mert egy vandálbiztos fehér fal az ugye elég vicces, ne, mert felmegyek, graffitivel lefújtam, és ne. Akkor mitől tehát így van, tehát vannak bizonyos részek, amit a vandálbiztosságát az fehér megadja. Fehér falat csak fehér graffitivel szabad lefújtani. Így van, én nagyon bízom benne, hogy nem lesz összefirkálva. Egy a látogatottságával gondolom, más pedig magából arról, hogy a kameraképek nem csak nézve lesznek, hanem kín lesznek a honlapokon, és 0-24 órában megtekinthető lesz az összes kameraképe, ami a kilátókápolnát, vagy az egész magyarod látványt. Most tervezünk egy olyan kamerarendszert bővíteni, ami van jelenleg Magyarországon 3 kamerából áll, ami inkább weblapra való, mert valójában a térfigyelésben akkor van nagy szerep, amikor valaki azt állandóan néz, és azonnal beavatkozik. Tehát akkor webkamerák fognak működni Magyarországon, és az egész lakosság nézheti, így és szól, van. Amikor bal éve. Pontosan. Hát ez érdekes. Hogyha megfigyeljük, mostanában azért nagyon sok olyan reality show van, ahol konkrétan a biztonsági öv használatát, konkrétan a rendőrségnek nagyon nem kell, hanem egy tévékamera felvételből megy a 20 000 forintos csekk a tulajdonosnak. Uh-huh. Ez volt, jellemző volt elég sokáig, úgyhogy azóta mindenki bekapcsolja a biztonságévet, bármilyen tévéfelvétel, vagy bármi más, ha jól megfigyeled. Van inkább azt mondom, az elrettentés, amivel tudsz operálni, mert megvédeni, ha valaki eldöntötte, hogy már pedig összefirkálja a falatot, állhat őr is, mert a vandálkodásnak azért nincsenek határai. Milyen pályázatokon dolgoztak még a kollégáid? Hát, ha én azt elkezdeném felsorolni, hát, belefér a gondolom műsorra, de hát időrendiségi sorrendben a legelső volt egy viszonyos pályázatunk, az nyert, azt említettem a múltkor, az egy útfelújítás, vízelvezetési rendszer, ez egy 22 milliós. Utána következett az augusztusi kehoppos, az a pályázat, ami az önkormányzati épületnek a energetikai felújítását tartalmaz, ez napcella, nyilászáró cserétve hőszigetelés. Utána következett a november 3 az interreges pályázatunk, ami a közösségi ház, amiben ugyanúgy benne van a kilátókápolna felújításait, tehát itt még itt egy minőségi csere is lesz majd. Mert menet közben készül már a kálváriának, ami a temetőben van, annak is egy kálvária, kilátókálvária, még nem neveztük el, de annak is adunk majd valami nevet, ahol ő is egy kilátóvá válik. Hát mert most is az a tetőteraszában, az, így az van, a barokk. Én úgy, ez a barokk kilátó, mert ha úgy veszük a három kereszt, az egyházilag van, de valójában egy nagyon szép panorámás kilátás volt addig, amíg állt a káváriánk. Én úgy gondolom, hogy az interregbe elcserélhető a kilátónak. És meddig kellett visszabontani? Teljesen. Nullára lett visszabontva. Az kellett bontani, mert annyira életveszélyes volt, hogy a maga a műemlék kell egyeztettünk, és az eredeti állapotába kerül visszaállításra. Tehát úgy tudtuk megkapni a bontást, hogy ezt nem határidővel, de záros határidőn belül visszaépítjük az eredeti állapotába, ugyanazt az állapotot, ami volt. Természetesen nem abban a lerobbantban, hanem egy teljesen új
kilátó kápolna fog épülni ott is, ami egy kálvária lesz egyben. Jó. És ez lenne az Interregbe elcserélve. Tehát annak is készülnek már a tervei, az engedélyes tervei. Én nagyon bízom benne, hogy egy-két héten belül az is elkészül, és ahogy az Interreges döntés megtörténik, akkor a szerződés kötésekor módosítunk helyszínt. És akkor annyi lesz, hogy a kilátó, tehát a Szent László kilátó az csere, eljárt bemegy a Kálvária kilátó, és akkor a bekopposban, amit megpályáztunk a Pirisi Parkerdővel és a Magyar Természetjárókkal és a Turisztikai Kft-vel, az ott marad a kilátó. Mert az egy igazából egy komoly turisztikai fejlesztés, ez a gyalogszerre bejárni Pest megyei értékeit pályázatba ment bele. Én úgy gondolom, az egy nagyon komoly projekt. Uh-huh. És mondom, ami nagyon sokat nyom alatba, hogy olyan fejlesztés, hogy egy új érték kerül bele a Pest megyei értékei közül gyalogszerrel megközelíthető túraútvonalába. És amúgy is nagy a látogatottsága. Amikor kim voltunk forgatni, az elég sok túrázóval találkoztunk, és mennyi az esélye annak, hogy abban az időszakban bárki is feljöjjön oda. És nem is egy túrázóval találkoztunk, ugyebár. Kedvelt túra ez. Így van. Kétségkívül így van. Tehát most jelen pillanatban csak olyan pályázataitok vannak, amik hát egy, vannak nyújtva. Hát nem, van egy elnyertünk, ami már az támogatás, az a vízelvezetés, ez a 25 milliós. A többi benyújtás alatt van, és sőt, be van nyújtva, döntés alatt van. A legrégebbi az augusztusi, a legfiatalabb pedig március 31-i benyújtás. Uh-huh. És én úgy gondolom, hogy ezzel még nem végeztünk, még lesz még két olyan pályázat, amit be lehet nyújtani, szerintem ott lesz a vége. Tehát ez a maximum, amit ki lehetett hozni a rendszerből, egy év alatt benyújtott pályázatok száma 8. 9, és akkor egy döntés alatt volt. Tehát az így szép, amikor az, hogy egy év alatt megnyert pályázatok száma. Igen, az lenne a legjobb. Én már az a baj, naponta mindig tűkönülve nézem az internetet, azt a weboldalt, ahol a pályázati információk vannak fenn, vagy a postát várjuk, hogy akkor mikor jön valami pozitív döntés, vagy legalább valami, hogy történt valami, vagy de nagyon lassan telik az idő. Ha már pályázatról beszélünk, meg kilátókápolnáról, akkor most nekem így hirtelen összeállt a kép, ugye magát az önkormányzati újságot is megpályáztottátok, így és van. Az egy jelen pillanatban ugye egy Mogyoródi kilátókápolna az újság így van. Címe, és éppen pályázat. Eldőlte már? Vagy? Igen, az a márciusi testületülésen 27-én volt egy pályázó volt, hogy nagyon nem sok volt a választék, mert nagyon mostanában újságot nem szeretne már írni, és a klasszikus újság írás, meg maga a kiadás is már háttérbe szorul az elektronikus médiával szemben. De még azért úgy gondolom, hogy még tartjuk a frontot. Mert az írott sajtóval az a legnagyobb probléma, hogy az előállítási költség, vagy kevesebb a darabszám, így elég drága. Nagyon kevés, aki cikket szeretne írni. Természetesen mindenki olvasni szeretne írni, meg nem nagyon. Ezért ez egy kicsit nehézkes feladat. Én mással is találkoztam, hogy mindenki írni akar, azt olvasni, meg nem. Ez a másik feladat. Tehát vannak pro és kontra érvek, de tényleg az írott sajtó egy picit háttérbe szorul az elektronikus médiában. Hát most ez egészen bizonyos, hogy az újságok piacán, tehát hogy a standokon, ott a legjobb minőségű lapok is, szerkesztőségek is arra panaszkodnak, hogy nagyon-nagyon visszaesett az eladott példányok száma. De el ne felejtsd, hogy ez egy külön kategória az újságok között, az önkormányzati lap. Ez így van. Nem azt mondtam, hogy meg fog szűnni, azt mondom, egyre nehezebb találni olyat, aki pályázik arra, hogy ilyet szeretne készíteni. Értem. Jó. Tehát igazából az a fő baj, hogy mi azt vártuk, hogy legalább 3 vagy 4 pályázó lesz, vagy 2. Uh-huh. Hát 1 lett. Pedig elég nagy körben és elég komoly helyeken meghirdettük. Én a többi polgármester kollégámmal is beszélve, nem nagy a tolongás. És ez azért baj egy picit, mert beleszürkül minden önkormányzati újság valamibe. Tehát nagyon nem tudsz változtatni, mert nem nagyon van már, aki a változtatásokat elvégzi. Mert azért egy elég melós dolog egy önkormányzati újságot szerkeszteni hónapról hónapra, mert azért vannak fix dolgok, ott vannak a testületi ülések, bizottsági, mi történt a adott településen, milyen rendezvények vannak. És azért minden település azért ezerre pörög a rendezvényeken, főleg ilyenkor. Ugyebár rendezvény hátára van, nekünk is itt lesz hamarosan
Én az olasz testvértelepülésünk április 22-én. Tudod mit, akkor térjünk is át erre a területre. Tehát olasz testvértelepülés. És küldöttséggel, kultúrcsoporttal. Nem, egyelőre még az ismerkedés szakaszában vagyunk, az majd ez év decemberire dotálható, hogyha már küldöttség megy kultúrcsoporttal is. De április 22-én jönnek Olaszországból 6, illetve a polgármester és a felesége, tehát 8 fős delegáció érkezik hozzánk. Én úgy gondolom, hogy már maga a szerződés, tehát maga a testvértelepülési kapcsolatnak a deklarására teszünk mondjuk egy kísérletet, hogy hol tudunk kapcsolódni az olasz testvértelepüléssel. Ez lesz az első ilyen. Tehát a leendő vagy potenciális testvértelepüléssel, ez a, ugye a Piave partján van. Az, így van, ez a Santa Lucia de Piave. Santa Lucia de Piave. Azt hiszem, most nem is tudom azt, hogy a 2016-os Magyaródi Pince napon, ugye ott volt a küldöttség a Szentászló napokon, ott beszélgettünk a városnak, volt ott egy aztán két tagú küldöttsége. Hárman jött, vagy nem, összesen négyen jöttek. Egyik úrral beszélgettünk, aki azt mondta, kérdeztem tőle, hogy a Santa Lucia de Piave, ez egy bortermővidék. Ez így van. Kiváló boraik vannak, milyen a magyaródi bor? Mert hogy éppen a kezében egy magyaródi bor volt, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen ez nem olyan, mint az övék, egészen más, de megfontolandó. De mondom, mi értelme van két bortermővidék itt testvértelepülési kapcsolatra lép, és azt mondta, hogy hát ennek is megvan a maga előnye, hát hiszen... Nem mindig ugyanaz. Nem mindig ugyanaz. És én azt gondolom, hogy az olaszok hasonló vérmérséklete vannak, mint a magyarok. Én úgy gondolom, hogy ők ugyanak fogékonyak az új kultúrára, vagy bármi, az új borra. Nem annyira azt mondanám, hogy teljesen lokálpatrióták, természetesen a saját borokat szívesen isszák, de a magyarodi borokról se voltak rossz véleményes. Sőt, volt, amit kifejezetten azt mondták, hogy ez nagyon ízlet nekik. Pedig bor, az itt is bor, meg ott is bor, de mégis más az íze, más a karaktere. Magyarodnak is megvan a... Én úgy gondolom, hogy magyarodi nem borvidék, vagy a magyaródi bortermőterület nem egy óriás, mert nem. Térképen elég picit. Most ki is javítottad magad, mert hogy nem borvidék sajnálatos, nem, mondom, van, annyira hogy kicsi, hogy hozzá kell csapni Mátra vidékhez, így van, tehát, amihez aztán semmi köze. Az Mátra az odé van egy icipicit. Igen, meg más karakterű borok. Így van, és egy más metodikával készülő borok vannak ott, de én úgy gondolom, hogy a magyarodi bortermővidék szerintem szépen fejlődik, mert a fiatal gazdák, lásd Babi Cévi, és a fiatalabb szőlős gazdák azért fejlesztenek meg. Hány első világháborús hőse van magyaródnak? Voltak, akik az első világháborúban haltak hősi halál? Szerintem igen. Biztos, hogy van. Visonzói fronton voltak? Ne, azt nem hiszem. Abba én azért nem vagyok 100%-ban biztos, de a következő műsorra megnézzük ezt a fajta, sőt az olasz testvértelepülésnek az érkezésére ennek utána fogunk járni, hogy... Hát ez azért érdekes, ugye, mert hogy éppen 100 éve a kaporettói áttörésnek, amikor is az első világháború isonzói frontján a 12. isonzói csatában sikerült végre valami döntésre vinni a dolgot, ugye eddig folyamatosan olaszok támadták a osztrák-magyar vonalia csapatait, és hát ilyen félmilliós nagyságrendben maradtak ott nagyapáink, és október 24-e az a nap, amikor megkezdődött ez az áttörés, és tulajdonképpen egészen a Piave folyóig szartották vissza az olaszokat, azt mi értelme volt, lámol vagyunk, de végül is... Magyarul még lehet, hogy még magyar föld is lehetne. Hát, igen. Ma ott tartunk, hogy olaszok, osztrákok, magyarok, szlovének, mindazok a nációk, akik annak idején a monarchiához tartoztak és részt vettek a háborúba, ezek közösen emlékeznek meg, tehát ugye 100 év az nagy idő. Azért nagy idő. Az idő minden megszép. És hát ezzel a kis Santa Lucia de Piave városkával is lehet, hogy ezt a... Kijavítalak, falu? A magyarodra is szoktuk mondani a város. Igen, általában lesz szokták már. Tiszteljük meg őket. Nem sokkal nagyobbak, mint magyarod. Tényleg számra még úgy gondolom négyzetkilométerre se nagyobb, aha, mint magyarod. És hát nincs 8000 pár száz lakosa van.
Tehát nem sokkal több, mint a magyarod. Annyi különbség, hogy Olaszországban az ilyen kis települések már kisvárosnak minősülnek, mert saját közigazgatással vannak. Tehát egész más a berendezkedésük a település részen, mint mondjuk egy bármelyik magyar településnek. De én úgy gondolom, hogy ez a része, ők egy más kultúra, más közigazgatáshoz vannak hozzászokva, mint mi például. De jönnek észtek teljesen természetes, hogy minden helyben van. Tehát ott a helyi politikus, ott egy, ott hogy mondjam, tehát ő nem egy olyan személy, aki mint nálunk, hogy csak egy sima politikus, hanem ő a település vezéregyénysége, így van, és nagyon tisztelik a helyi politikusokat. Tehát én a felvonuláson is megtapasztalhattam azt, hogy ott a komplett képviselőtestület együtt vonult a vásár megnyitójára a polgármesterrel, és ott olyan éjjelzés volt, hogy csak na. És nem azért, mert hogy én nekem ezt jelzik, csak azt mondom, hogy egész más a politikai kultúra abból a szempontból, hogy a települési vezetőt nem csak egy negatív személynek képzelik el, hogy na ez is mondott valamit, jött, ígért valamit, ez se történt, semmi, az se történt. Ők valójában tudják, hogy mik a korlátaik. De azzal tisztában vannak, hogy amit náluk fejlődés bekövetkezhet, az a saját pénzük. Tehát amit befizetnek adóba, ott 3% a normatív támogatása a költségvetésből, amit az országosból kapnak, minden helyben szednek össze. Uh-huh. És utak épülnek. Csak ott magasabb, jóval. Na, eljutunk mi is eddig 3%-ig rövidesen. Na, igen. De mielőtt tovább lépnénk a testi települési a kapcsolatok bimbózásán, előtte még csak annyit mondjál meg, hogy hogy találtátok meg egymást? Úgyhogy van egy magyaroldi lakosunk, aki üzleti kapcsolatot tart fenn a Santa Lucia ottani hasonló kereskedővel, és mindig mondta, hogy magyarod milyen szép, olyan szép, ilyen szép, és az ottani kereskedő barátja, az sokat járt Magyaroldra. És annak a barátja, az meg az önkormányzatban benne van, és a polgármesterrel is már beszéltek, hogy Magyarod milyen szép, milyen jó, hol van, mi van, szőlő van, milyen hagyományai vannak, vannak komoly hagyományőrzői, mert azért van Magyarodon elég. Ezért úgy felkeltettük az érdeklődésüket, és akkor egyszer csak kaptunk egy hivatalos megkeresést erre a vásárra, mint bemutatkozó új település, és azóta én úgy gondolom, hogy nagyon messze jutottunk attól a ponttól, ami az ismerkedésen már túlmutat. Jó, elkezdted csorolni a tavasz eseményeit, tehát ez lesz az első fontos, és aztán ugye... Megyünk szépen sorba, jön a majális, tehát most már azt mondom, hogy hagyományjá válik az, hogy a falu főterén felállítjuk a saját májfánkat május elsőjére. A következő esemény természetesen mindig a Szent László hét, ami én úgy gondolom, hogy Magyaroldon ez nagyon jó kitalált olyan rendezvénysorozat, amit tényleg ápolni kell, és ebből lehet egy akár egy 100 éves történet. Hát 1974-ben valaki kitalálta, azóta egy kis ideig várni kellett. Ja, mire abban új rendezvény lett, így van. De én úgy gondolom, hogy a Szent László hét méltóképpen ismételten ebbe az évbe is megrendezésre kerül. Egy picit változtattunk magán a műsor, meg a napi struktúrákon. Azt majd mindenki megtapasztalja, hogy remélem előnyére fog változni a Szent László hét, mert bizonyos eseményeket összevontuk, hogy komplexabb legyen, és ne legyen annyira kint a faluból. Például ez a sportnap és az egészségnap, ez összevonásra került most, és ebből most egy nagyon komoly rendezvény lesz a főtéren. Én úgy gondolom, szerintem ez egy nagyon komoly attrakció lesz a nyitónapon, és a többi része pedig az hagyományosan fog lezajlani az évek során. Tehát itt a nyitóval egy kicsit próbáltunk valamit kezdeni, hogy ne legyen annyira lapos az eleje. Itt lesz egy nagy durranás az elején, és akkor lesz egy komoly rendezvényzárás a vasárnap a végén. És ott köztes műsorokat is próbáltuk egy kicsit megreformálni. Nem megváltoztatni, csak megreformálni. Na, majd erről majd közvetlenül előtte biztosan beszélgetni fogunk. Azt hiszem, hogy nyárnál tovább ne haladjunk. Hát még azért addig még pár liter víz lefolyik a Dunán. Pár literből lecsorog a gigákon. Az is előfordul. Magyarul és pincesről. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.